Adókedvezményeket kap az IT-szektor, ez azt jelenti, hogy nem adózzák meg a szakterületen tevékenykedő cégek felsőfokú végzettséggel rendelkező alkalmazottainak fizetését. A jogszabály az érintett cégvezetők szerint is diszkriminatív. Január 1-től bizonyos a vállalkozások tevékenységi körét jelző úgynevezett KN kódok adókedvezményt hoznak az IT cégek vezetőinek. Konkrétan, ha programozói tevékenységet folytat, a felsőfokú végzettsége rendelkező alkalmazottak után nem kell fizetnie a 16%-os jövedelemadót. Eltörölték ugyanakkor a vállalatnak a fejenként évi 10.000 dolláros bevétel generálásának a kötelezettségét. A híradónknak nyilatkozó IT cégvezető szerint azonban a jogszabály egy abszurdummal ér fel. Nem helyes az, hogy egy felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki ennél a cégnél dolgozik, adómentesített, bár ugyanolyan weboldalt szerkeszt, mint az, akinek nincs meg ez a végzettsége. Ugyanúgy, ha egy cégnek szüksége van szoftra, de nincs meg a szoft fejlesztésére vonatkozó KN kódja, és nem akar a cégemnek fizetni, mert van saját alkalmazottja, aki szoftot gyárt, őt megadózzák. Ez diszkrimináció. A programozás, illetve szoftverfejlesztés komplex munka, amelyben az informatikai szaktudás nem elegendő, és nem is egyetemi oklevélhez köthető, mondják az érintettek. Főként a digitális játékgyártás esetében a technológia ötvöződik a művészettel. Lényegében bármilyen végzettséggel ugyanazt a hozzáállást kell tanúsítani, és nem tartom helyesnek, hogy bizonyos személy után ne kelljen adót fizetni, csak azért, mert egy bizonyos szintű tanulmányi oklevele van. A Grindelnu kormány bejelentette, idén kiterjeszteni az adókedvezményt az IT-szektorban dolgozó középiskolai végzettséggel rendelkező alkalmazottakra is.